Tőr neki, Adonába, és egyszer forgattunk egy spanyol polgárháborús filmet, ezt egyébként meg is van a sztori, a szinkron sztori közé meg is írta a Dalos Lumi, és hát ugye a spanyol polgárháború az egész Európa törődözött egymásra. És akkor még úgy volt, hogy volt egy alapgázsi, és az be volt szorozva, hogy ki mennyit dolgozott, de még volt külön ének plusz 50%, meg idegen nyelv. És akkor ezt hozzáírták. Na hát, amikor a forgatásról jönnek be a színészek a Kolbuchhoz, mondta, hogy hát akkor ez ennyi, és akkor azt mondja, ide van, és azt mondja, te milyen nyelven beszél? Azt mondja, hát én Franciaországból mentem, milyen én nem önkéntes rájött, 25%. Jön a másik idegen nyelv. Te milyen nyelven beszéltél? Hát én Lengyelországban mentem egy ilyen szabad csapat, és már akkor kezdett verejtékezni. Na mindegy, a hatodiknak bemegyek, oda van írva, már meg se kérdezte, hogy te milyen nyelven ugattál, mit játszottál egyáltalán? Mondom, én egy papot. Szóval mit keres egy pap egy formát? Mondom, el kell temetni a halottat. De milyen nyelven beszéltél? Hát mondom, latin beszél, holt nyelvekre nem fizet.